Sziasztok, Fid vagyok, és ebben a videóban a Dualtron Man-ről lesz szó. Még nem raktam össze, három napja jött meg, inkább az útrát szereltük. Ezt mindig ki akartam próbálni, a szingapúri azt mondta, hogy ha egy 10-es skálán kell értékelni a nehézségi szinteket, akkor mondjuk a roller az egy 3-as, és ez pedig a 8-as. Tehát nagyon nehéz, ez nem önegyensúlyozós, mint az unicikli vagy egykerekű járművek, amik ugye megfognak, hogy ne tudj előre esni vagy hátra. Ez az első kerék. És ahogy elnéztem a videókat róla, az szokott a probléma lenni, mikor hirtelen kell fékezni, ugyanis van rajta egy jó nagy tárcsa, nem is tudom ez mekkora, 220-as lehet, még nem bombáztam szét, ugye a fék még nincs rajta, hogy ez megállt-e, meg repülsz előre jó nagyot, használt, mint az összes cucc, ami Szingapúrból érkezik, a hátsó kerékre már ráférne egy gumicsere, azt ha jól láttam, akkor küldött is a szingapúri. Aztán a kicsomagolós videón láttam, hogy mondom, beleállt valami a gumiba? Itt van a szelep, basszus. Át van fúrva a gumi. Ez elég érdekes. Ezt úgy nevezik, hogy hubless kerék, tehát nincsen közepe. Egy motoros. Valahol itt vannak a tekercsek belül végig. Bele kell állni a kerékeibe, úgy állsz, mint egy gördeszkán, és az első lábbal kormányozol, fölfüggesztés nem kell, az első kerék tud függetlenül felle mozogni, nem rugózni, csak mozogni, tehát az első lábad így jár a gödrökbe, mindegy. Most megpróbálom összetenni, még sok minden nincsen rajta. Hát látszik rajta, hogy használt, semmi helyrehozhatatlan. Ezt sajnálom, nem tudom, hogy most így volt, vagy nem így volt, de ez itt el van törve. Epoxi megfogja, de amúgy 15 000 forint környékén van hozzá egy műanyag burkolat. Hogyha megtetszik a cucc, akkor megmarad. Ebből háromfajta verzió létezik. Az MX, az EX és az EX Plus. Ahogy elnéztem, igazából csak akkuméretben különböznek. 2700 wattos motorja van, 60 voltos, és ha jól láttam, akkor egy Dualtron Ultrának a vezérlőszerűsége van benne. Azért mondom, hogy vezérlőszerűsége, mert hogy amikor ez kijött, akkor még az Ultra nem létezett. Megy még ide egy stabrúd, plusz itt van egy bekötési pont, ami ide megy be, ehhez még kell valami alkatrész cucc, azt nem tudom. Most szétbombázom és megnézem, ez is kapott egy kicsit, de ez csak ragasztás, szállítás során, a kijelző nem tört be. Igen, kezelőszerv, azért nincs a kijelző a gázkaron, mert azt mindig ledobod, és egy ilyen szép szilikoncsőbe van elvezetve minden. Egy sima Dualtron fékkar és egy gázkar. Mondjuk ennek a mikértjén nem értem, hogy így össze tudom fogni a gázkart is, meg a fékkart is. De ugye amikor gázt húzok, akkor, vagy féket húzok és beakad a gázkar, akkor letiltja, mint egy rendes rollernél. Hát ezért nincs rajta kijelző, látjátok itt, ez is szét van dobálva, de hát ez ilyen lesz. Kész. Na akkor nézzünk bele. Szét kellett kapnom a borítást, mert ezt sehogy nem tudtam ide beerőltetni. Ez van itt, így megy bele a kerékbe, ez az alsó rögzítési pont, és így tud rajta mozogni a kerék. Ami azért érdekes, mert én azt hittem, hogy ez a rúd így föl le tud járni, de nem. Jó, hát akkor ez nem igazán rúgózik.
ott. De a kerék az így tud fölle mozogni. Érdekes konstrukció. És így forog a kerék. Hallok némi csapágy hangot. Annyira most nem megyek bele, hogy bekenjem meg. Hasonlók valószínű, hogyha ezt leválasztom, akkor ez följön, ez egy porvédő, és itt végig van csapágyazva valahogy. Fogalmam sincs, hogy működik a dolog. De nem akarom jobban most szétszedni. Van benne por rendesen. Ez a szerep, ez kiakaszt. Ez mi? Na meg most nézem, hogy itt a felni pereme, és ez hogy csavarod ki? Hogy? Vagy valószínű, hogyha ezeket kicsavarom, akkor félbe lehet szedni a felnit. Igen, az lesz. De azt mondom, hogy ezt meg tudtam mozdítani. Ja, annyira. Valószínű, hogyha ezt én itt kiveszem, akkor följön a kerék. Csak az ott fogja. Na, lássunk csodát. Kivettem ezt, és akkor följön a kerék. Csak nem a szar kezemmel kéne megfogni. Yeah! Mint látható, csíkszemű barátaink, szingapudrik, jól szétledezték a dolgot, és az UFO-k ellen be van valami alufóliaszerű cuccal borítva. Ott alul is van végig led. Hát mondjuk adhatnánk neki 12 voltat, hogy bírja, de az ott mi, gyerekek? Mi ez itt? Hát összeér a két forrasztás. Geci, ez nagyon kemény. Úristen, hát ez hülye. Jól láthatóan egyes LED szalagok csak pozitívot igényelnek, míg mások csak negatívot. Szingapurba bármit lehet. Arra az elhatározásra jutottam, hogy nem szedem szét a kereket. De legalább ilyet is láttok, hogy kell szétszedni. Az a lényeg, hogy ezt ide be kell tenni. És rátolni. Ezt. Elég érdekes, hogy 70 km/h megy, és egy ilyen szaros gumidarab fogja, de nincs elrepedve meg semmi, úgyhogy ezek szerint bírja. Felkerült, remélem mindent jól csináltam. Agyon húzni nem akartam a csavarokat, hamar kiderül, ha valami szar, ugye, mert akkor kinyaklik a kerék, de elvileg nem, meg már ott alapból el van repedve a cucc. De ha ez beválik, megtartom melóba járósnak. Ha megtetszik a dolog, mondjuk én az ilyen hatalmas nagy fasságokra mindig vevő voltam. Viszont nekem a fehér az sokkal jobban tetszik. És ha rendesen működik, mert ugye az még nem derült ki, akkor megveszem rá a teljes új szett burkolatot, mert ahogy én néztem, ez olyan 600-tól 900 ezer forintig terjed a mai napig, vagy 700 ezertől, mindegy, rohadt drága. Még a Banggoodon is az utánzata is, vagy 400-500 ezer forint. Mondjuk a benzinesre azt kíváncsi lennék, mert van ez benzinesbe is, csak nem Dualtron néven fut. Mindegy, a lényeg, hogyha ez megtetszik, akkor kap egy teljes felújítást. Most már megértettem, hogy miért van ott ez a gumilap, mert ezáltal tudsz kanyarodni jobbra és balra. Hát elég érdekes megoldás, furcsa, meg hogy nem szakadt még el, akkor ezek szerint
bírja. Azért elég érdekes. Ide föntre még jön a stappálca, aztán jó is lesz. Nagyjából. Itt fent jön a stabrú, csak ugye ez a része el van törve a burkolatnak. Itt látszik, hogy odáig ki kell nyúlnia. Mindegy. Aztán még nem derítettem ki, hogy hol jön föl az akukábel, mert itt az akuhelye is nem nagyon van bevágás. Ugye szokásos dualtron kapcsoló, töltőport és LED, ez nem változott az évek során. Mivel ezek a fehér hőálló cuccok, aminek nem tudom a pontos nevét, soha nincsenek elszíneződve, ezért nem nagyon volt széthajtva a cucc. Egy dualtron ultra vezérlő, rajta egy ventilátor. Hát ilyet se láttam még dualtronba, ugye az ultránál úgy van, hogy alul csavarozod rá egy hűtőbordára, mindegy. Nagy por nincs benne, de vizet azt tuti kapott, az látszik a kerekeken, hogy vízbe is mentek vele. Ez az a csatlakozó, amit már láttam ultra vezérlőn, de sosem tudom mi, nem az LCD kijelzője, mert annak van még egy, fogalmam sincs, hogy milyen verzióba mit szolgálhatott, eddig egyszer találkoztam vele. Féklámpa az van, de jó ez a kis videó, itt a pozitív egy kicsit lejött. Jó, féklámpa az van, szokásos dualtron LED van benne. Aztán ugye a ventilátor az újdonság, helyesebben régiség, mert hogy egyik dualtronba sincs. És ezen gondolkoztam, hogy mi a szar lehet ez, viszont ez egy termosztát. Valahova ide volt ragasztva, hogyha melegedik a vezérlő, akkor bekapcsol a venti, az tök jó dolog. Majd lenézem. Ja, rá is van írva, hogy 40 fok. Majd lenézem ennek az értékeit, és alkalmazom máshol is. Minden egyes ilyen Lego videóból tanul az ember. Szokásos dualtron. Step down konverter. Mondjuk itt nincsen olyan jaj, de sok LED, hátul van kettő, meg elől talán kettő. Így most még fölcsavarozom ezeket a csavarokat. Aztán mivel ügyse nagyon tudok vele mit kezdeni, most összerakom, csak így jobban lehet mozgatni, még rá kell próbálni, hogy megforog-e a motor. Ja tényleg? Ha, szenzoros a motor? Milyen pöpec már? Na szóval, rápróbálok, a hátsó gumi elég kopott, szerintem lesz erről még pár videó, de ez most ennyi, és a következő videóban kipróbálom, működik-e a dolog, és hogy a továbbiakban érdemes-e vele foglalkozni, magyarul akut csináltatni bele Krisztiánnal, meg a hátsó gumit is ki kéne cserélni, legalább látunk hábless motort szétszedve. Szóval ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, Fid voltam.